mindenkit Nagy Csécs mellett található Csécsi tó partján. Bevallom az őszintét, ma reggelre egy domolykózást terveztem, viszont ez a borongós, csepergős idő, ez felülírta a terveimet, így úgy gondoltam, hogy kijövök pisztrángozni. Ez körülbelül egy hónapja, közel 500 darab pisztrángot telepítettek ebbe a 25 hektáros vízbe. Azóta már sok szép példány sikerült elcsípnem. Igaz, már most egyre kevesebben vannak, de apró plastikokkal még egyet-egyet el lehet csípni. Így most változott a program, a domolykók délutánra maradnak, és kezdek egy kis pisztrángozással. Pisztrángozáshoz 2-8 g-os Samurai Spint használok, 2000-es egygyorsóval, 0,08-as fonozsinórral, és fluorokarbon helyett én 25-ös kristálzsinort kötöttem be, több mint egy méter hosszú hozba, hiszen itt nincsenek kagylók, nincs szükség a fluorokarbon keménységére és kagylótűrésére. Itt inkább a láthatatlanságra kell rámenni, hogy a pisztrángok ne vegyék észre a zsinórunkat. Úgyhogy ezzel indulok, meglátom, hogy sikerül-e még elcsípni egyet-egyet a maradékokból. Remélem, hogy aktívak lesznek. A mai nap 6 UL vizárplasztikkal készülök, mindegyiket UL jiggel láttam el. 1 és 4 gram között, tudjam őket nagyon óvatosan is pöcögtetni, de egy kicsit keményebben is le tudjam koppintani. 6 típus, 6 szín, a nymphből a fehéret választottam, a lárvából a rózsaszínt, a frogiból a narancsot, a padulminióból a citromsárgát, a Harpex 10-ből a lilát, és a Blinky Eye-ból egy ilyen természetesebb szürkép szint. Meglátjuk, hogy még fog sülni a mai napon. Ezekkel kezdek el jiggelni, és óvatosan kopogtatni a fenéken. 2 g-os jiggel apró pedulminó plastikkal kezdek. Ezzel a sárga színnel, hisz itt annyira nem tiszta a víz, mint a bányatavakon, ahol horgászni szoktam. Viszont most egy elég jó hátszelem van, úgyhogy ezzel a 2 g-os jiggel is elég jót tudok dobni. Miután leteszem a plasztikot, azután lassan, szinte pöcögtetve kezdem meg a vontatást, mert a szél mindig letolja a pisztrángokat valamiért a fenékre, és ilyenkor a felszínen nem tudom őket megfogni, villantókkal, wobblerekkel. Ilyenkor mindig a plasztikok jönnek be, már csak azt kell eltalálnom, hogy melyik jigfejméret és melyik plasztik típus lesz a megfelelő. Azért kezdek ezzel a pedulminóval, mert nagyon lágy, rezonanciájú plasztikok közé tartozik, szinte egy ivadékhalat tud utánozni, ami a fenék felett úszik, és elég agresszív heves kapásokkal szoktak érkezni a pisztrángok. Bízok benne, nem döntöttem rosszul, és tényleg lesz esélyem fogni egyet-egyet. De ez majd rövidesen kiderül. A túról annyit kell tudni, hogy az Abos Géza Horgász Egyesület kezelésében áll. Minden évben tavasszal telepítenek bele pisztrángokat. Nagy örömére a pergető horgászoknak. És az nagyon jó szórakozást nyújt így a tilalom környéki időszakokban, hisz süllő tilalom van. Holnaptól domolykó tilalom lesz. És ilyenkor van lehetőségünk egy aktívan, jól táplálkozó ragadozóra horgászni. Ezzel a kis 2000-es orsóval egyharmad fél fordulatokat mozdítok csak a plasztikon. Bottal igyekszek nem emelni, csak az orsóval meg felfellibbenteni a csalit. A 2 g-os jig ez aránylag lassan fog visszaesni. Közben az eső is természetesen elkezdett esni, ahogy már jól érezzem magam. De felszínen nem látom egyelőre a pisztrángokat mozogni, úgyhogy bízok benne, hogy fenéken vannak. És sikerül kapást kicsikarnom. Ki fogok próbálni több plasztikot is, mert frogival is fogtam már, Harpex tiszttel is, ezzel a pedulminóval is. Csak el kell találni, hogy mihez van jelenleg ízlésük. Utolsó centiig a part szélé ki kell vezetni a csalit, mert valamikor teljesen kiköveti, és már csak a bot alatt ver neki oda, így aránylag laza fékkel horgászok, hogyha meg is ugrik, akkor ne okozzon gondot, hisz elég agresszíven küzdenek.
utolsó pillanatig érdemes a plasztikot parciálba vezetni, mert itt lehet kapásunk, és meg is van. Egy kis csepp isztráng, meg is érkezett. A kis aprócska fenevad leütötte a pedulminó plasztikot 2 grammos jiggel. Na meg is érkezett az első kis pisztrángunk, kis ficánkolós, a Harpex Twist sárga színű plasztikját verte le. Igyekszem úgy mutatni, hogy látszódjon. Gyönyörű, szép kis pettyes jószág. Négy grammos Edge Pro fejet rakok fel, és egy ilyen rózsaszín színű lárvát. Hisz itt végre használhatok színes csalit ilyen kicsit opálosabb ízben. Igyekszem minél kevésbé megszúrni a csalit. Nem akarom végigvezetni benne a orgot. Ez lesz a végső állapot. Erre még megy egy notaknot kapocs. És elkezdem a fenéken pattogtatni, hát ha érdekli egy kis pisztrángot. A rózsaszín lárvával már messzebb tudtam dobni, hiszen erre 4 grammos gyiget tettem. Most a mestebbi, mélyebb gödröket pásztázom. Nem is feltétlen emelgetem. Csak meg is van. Igyekszem laposan fárasztani, mert szeretnek kiugrálni. Tuti kislány pisztráng a következő, hisz a rózsaszín lárvát ütötte le. Persze ezt csak viccből mondom. Jaj, közben nagyon aktív, nagyon csúszós halak, én korábban nem is gondoltam volna. Szája szélébe akadt a horog, szemgödör elé. Gyönyörű szépen. Engedem is gyorsan vissza, mert nagyon aktív. Ahogy előbb mutattam is, a rózsaszín lárvára 4 grammos jigget tettem, ezzel már elég nagy távot el tudok érni. Két technikával szoktam ezt a csalit vezetni. Az egyik az a úgymond ismert jigges fűrészfog technika, annyi sokkal kisebbeket emelgetek rajta, szinte csak pattogtatom a fenéken. A másik, amikor lehelyezem teljesen a botot, megfeszítem a zsinót, hogy elsüllyedjen, és csak csúsztatom a talajon, ez ugye csak kemény talajon jó, és olyan helyen, ahol nincsen akadó. Úgyhogy már előtte érdemes átpásztázni a területet. Ez a kis finom pöcögtetés is bevált módszer ezekre a kis óvatos pöttyösökre. Bedőlt ágas pályához érkeztem. Óvatosan inkább csak a parcélét fogom átvizsgálni, mert elég sok ág van beesve fentről, de szerintem ezek között is érdemes lesz próbálkozni.
Meg is van. Meg is van egy csöpség. Ebből az esős, borongós domolykózásból egy jó kis pisztrángozás lett. Ő is rendesen letorkolta a csalit. Jaj, igyekszem nem letörölni a nyálkáját. Egy nagyon csúszós halról beszélünk. Gyönyörű szép színei vannak. Nem tudom mennyire látszik a képeken, felvételen. Csak így az ágak alá pöccintem be a csalit. Szépen leteszem. Igyekszek, anélkül, hogy az ágakat megütném, vagy az ágakba beleakadnék, az ágszálak között dobálni. Ha ez nem válik be, akkor ugyanezen a részen megpróbálok dropshotozni is majd. De nekem eddig ez a jiges technika, ez bejött. Sikerült a 6 plasztikkal úgy befejeznem a horgászatot, hogy egyiket sem szakítottam be. A 6 plasztikból 4-jel fogtam halat, 4 különböző pisztrángot. 2 szín teljesen nem vált be, és 2 típus a mai napon. Ami viszont jó volt, az a rózsaszín lárva, a narancsszínű frogi, a sárga pedulminó, és egyedüli természetes színből a szürke színű blinky eye. 4 halból 3 színes csalira érkezett. Ez szerintem jelentheti azt, hogy a szél és az eső felkavart egy kicsit a vizet, és most nem annyira átlátható. A másik 2 csalira nem sikerült fognom most halat, de én azt mondom, hogy ez így is egy eredményes horgászat volt, úgyhogy akinek ez tetszett, következő alkalommal is tartson velem.